A máltai szeretett szolgálat munkatársai éppen egy hajléktalan menedékét ellenőrzik Kecskemét főterén. A növényzetben épített búvóhelyen termótakarót, orvosi papírokat és üres pénztárcát is találtak. A hontalan a nagy templom előtti füves terület egyik bokra alatt vert tábort, de a szeretett szolgálat szeretné, ha inkább a hajléktalan szállón lakna. Minden esetben, ha ilyen bejelentés érkezik, akkor az utcai gondozó szolgálathoz továbbítjuk ezeket. Ők kimennek, két szociális munkás, autó, élelem, gyógyszer és melegtakaró is van náluk, de nyilvánvaló, hogyha nagyon láthatóan közterületen van, akkor, és nem csak akkor, hanem egyébként is, az elsődleges szempont az, hogy intézményi ellátáshoz juttassuk. A főtérre kiérkező szociális munkások tudni vélik, hogy kiköltözött a főtér bokra alá, bár még nem találkoztak vele az átmeneti szálláshelyen. Az állapotfelmérés és ellátás után általában el tudják érni, hogy egy hajléktalan velük menjen az ellátó intézménybe, azonban semmire sem kényszeríthetik a hontalanokat. Gond akkor van, ha nem kér a segítségből, vagy agresszívan viselkedik egy nincstalan. Hát akkor nem túl sok eszközünk van, azért ezt meg kell mondani. Tudnilik a szeretett szolgálat, illetve az utcai gondozó szolgálat nem hatóság. Tehát vannak jogszabályok arra is, hogy a közterületen élés az milyen korlátok között közé van szorítva, tehát egyértelműen nem lehet közterületen életvitelszerűen tartózkodni. Rigóné Kis Éva, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat délalföldi régiójának ügyvezetője elmondta, a krízis férőhelyek közül még 18 szabad hely van a Matkói úti hajléktalan szállón. A segítség tehát létezik, a probléma inkább az, hogy egyes rászorulók nem tudnak vagy nem akarnak közösségben és szabályokat betartva élni, ezért inkább az utcai menedékeket választják. A kecskeméti városrendészettől úgy tudjuk, hogy igazoltatták a férfit, aki a főtéri bokor alá költözött. A városrendészet munkatársai megkérték, hogy hagyja el ideiglenes közterületi menedékét, amit meg is tett.